Sziasztok! Én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: harcolunk az ingatlan piacon az infláció ellen. Én írtam az ingatlanosámok könyveket, enyém az ingatlanosámok klub, illetve volt egy kis ingyenes előadásom az infláció megeszi az ingatlan piacot címmel, ami most a héten szombat reggel 9-ig visszanézhető, úgyhogy kattints, nézd vissza az előadást, és remélem, hogy tudod majd használni azt az e-bookot is, amit írtam erről. Ez azért érdekes, mert ugye most Amerika bejelentette, hogy nem harcol az infláció ellen, ami azért egy kicsit vicces, mert ha ezt elereszti, akkor bizony, hát nem tudom, hogy mi lesz, főleg itt Magyarországon. Az a baj, hogy akármit csinálnak bárhol a világban, Magyarországon mi mindig sokkal jobban megszívjuk. Ennek nyilván az is lehet az oka, hogy ezek a banki letétek, amit én látok, hogy ilyen 1-2 százalékokra adhat hitelt, tehát a 100 forint hitelt adhat, úgyhogy van neki mondjuk 1 forintja, tehát ez meg a vicc kategória szerintem, meg a gyalázat kategória. Tehát tulajdonképpen fedezetlen hitelt adnak, ez nem újdonság, tehát ezt nem én találtam ki, ugye pénzt így teremtik, vannak erről nagyon jó előadások egyébként a neten, de viszont ez ilyenkor probléma is. Egyébként a bankok szerintem csalhatnak reggeltől estig, senkit nem zavar, főleg az államot nem, viszont abban a percben, hogy az emberek ki akarják venni a pénzüket, vagy ami ebben esetben történt, hogy a startupok hoz, ugye nem úgy áramott a pénz, ahogy elképzelték, viszont a bankszámlán volt pénz, és szépen elkezdték kivenni, amivel önmagában nincsen baj, mert az övüké, viszont a bank ebben az esetben hát ugye nem tud fizetni. Tehát ha belegondolsz, Magyarországon is ezzel 1-2 százalék letéttel, ez tulajdonképpen 200 ezer embert jelent, hogy ennyi letét, tehát azt kiveszi, és akkor utána ugye a banknak a befektetéseit esetleg, ha van zömében egyébként állampapírba tartják ők is a pénzt, akkor azt fel kell mondani, de könnyen lehet, hogy még az sem elég, és ilyenkor lép az állam bizonyos keretek között be. Úgyhogy ez az ingatlan piacra is sajnos hatással van. Ha azt mondják, hogy elereztem az inflációt, ott bizony sok esetben a fizetőképes kereslet is azért összeroppan, megroppan. Úgyhogy én nem tartom ezt annyira jó ötletnek, hogy egy bankot vagy néhány bankot megmentsek. Nyilván tömeges bankbedőlést nem akarok, de az, hogy néhány bankot megmentsünk, beáldozzuk a másik oldalon egyébként a lakosságot egész konkrétan szerintem. Én ezt nem tartom jó ötletnek. Itt az a kérdésem, nem is akarom ezt hosszúra nyújtani, mert ugye ebbe az előadásomban én erről beszéltem, tehát amit most majd vissza tudsz nézni, viszont mindenképpen írd meg a véleményedet, hogy te ezt hogyan látod, mert én egy picit így borúsan látom, hogy ilyen hülye nyilatkozatokat tesznek. A legrosszabb az lesz, hogy ezt meg is valósítják, mert a bankokat lehet, hogy megmented, de a lakosságot viszont letapossa, meg egyébként az államot is. Onnantól nem fog senki venni állampapírt, és akkor az állam hogyan akar eladósodni? A bankoknak el tud adósodni, de az állampapírral is fedez nagyon sok mindent, és akkor nem tudom, hogy mi lesz velük, megmondom őszintén. Tehát nem tudom, hogy ezt, akik ezt kitalálták, azok az agyatlanok, hogy ezt hogyan gondolják egész konkrétan. Úgyhogy szerintem írd meg a véleményedet, kattints, nézd vissza a kis előadásomat, és remélem, hogy még találkozunk. Szia!